Viszont szintet lépett, nagyon jó. Azt mondja, hogy új képességességet tudunk. A hős 6 páncélt kap egy körig. Ez ilyen védekezéses, az mondjuk elég menő. Aha, 50% fegyversebzés vérzés hatása esetén. Minden mezőnyi, aha, és ez micsoda? 10% egymásra rakodó fegyversebzés jár minden megölt ellenfél után 2 körig. Ú, gyerek, megállj, gyerek. Nem, ezt a védekezéses est, ezt megtanuljuk. Ezzel igazi tank lesz belőle. Nagyon jó, aztán majd mindjárt itt elosszuk a cuccokat, amiket találtunk, ezt akartam mondani. Hát de nem jobb, amit kaptam. Négy mezőnél nem távol a báló ellenfélnek, plusz 2 sebzés, extra sebzés 2 körig minden megölt ellenfél után. Hát ez ilyen középszar. Viszont minden esetre tudunk fejleszteni. Fedező sebzés. Ha megöl egy egységet, kap egy izét. Távolsági támadásokból mínusz 2 sebzés. Észlelés értékének megfelelő mezőnyi körzetben csapdákat fed fel. Meg. Hát én nem is tudom, lehet, hogy lassan inkább gyűjtögetni kéne. Lehet, hogy gyűjtögetni kéne. Fent a zöldség, a hűség. Ja, látom itt, ó, de vak vagyok, elég naggyal volt kiírva pedig. Jó, egyelőre ez teljesen okénál van. Úgy plusz 10% sebzés csaták közben a hűség miatt. Wow! Aha, na mondjuk Sir Hector Director, ő nem annyira hűséges, ő mínusz 3-ban van. Mivel lehet növelni a hűséget? Megostorozom? Rájön, hogy szeretnie kéne? Na, ő is szintet lépett amúgy. Lehet, hogy neki is a tüzes cuccot megtanítjuk. Jó, és a csajnak, én most tényleg azon gondolkozom, hogy kéne félretenni, mert most tőlem nem látjátok. Ugye a tüzes cucc megvan, ezzel tudunk maximum olyat, hogy nagyobb legyen. Ezeken mondjuk maximum ezen érdemes fejlesztenünk, de utána el kell kezdeni szerintem félretenni pontot. Jó, a mérgezettel szemben is legyen, és akkor az égés hatása alatt egységben kevesebb elpontot körönként, aha. Az se rossz. Legyen így. Gondolom, ha viszed magaddal, az is hatással van a hűségre. Lehetséges, nem tudom pontosan, hogy működik a dolog. Csapatban van. Ők nincsenek a csapatbababan. Jó, lehet, hogy a csaj helyett, bár mondjuk a csaj... Az a baj, hogy tök jó ez a csapat így. De valakit kéne vinni. Semleges az íjászunk. Jó. Oké, és akkor nézzük meg azt, hogy milyen cuccot lootoltunk. Nem rossz. Nem rossz. Sőt, kifejezetten jó. Nagyobb az életerőpontunk, nagyobb a páncélunk. Ez akár jó is lehet. És ugyanannyi a büntetés a pontokra. Amikor pihen, 4 életerőpontot visszakap. Oké. Okay. Kluty. Nézzük meg. Tessék hidratálni fiatalembert. Szóval fiatalember, te valami másik streamet nézel? Jaj, na nézd, megjött itt a izé. Na mindjárt kaptak olyat. Még hogy izé. Kikérem magam. Én fiatalnak gondolom magam. Oszd ennyi. Azt mondja, visszaver 2 sebzés közelharci támadókra. Hát mondjuk az elég jó, ha engem kérdeztek. És ez mit csinál? Mondjuk ez lehet, hogy mondjuk egy valamelyik tankosabb karakternek lenne még jobb, hogy visszaverjük a cuccost. Nincsen innivalónk, azt venni kell.
Jó, lássuk fegyverekbe, mi a helyzet. Itt ez nem jobb. Páncellóba nincsen jó. Trófea maximum fegyversebzés, sebzés hasítás esetén. Maximum fegyversebzés, cserebere nyuszi fül. Igen, és akkor ő tudja használni adott esetben ezt, de neki van egy olyan, hogy csata első körébe plusz 2, plusz a észlelés. És ez mit csinál? Plusz 2 égéssebzés. Az mondjuk elég jó. Törhetetlen páncél, mondjuk nincs rajta páncél, tehát annak tök fölösleges. Igen. Jó, itókát kell szerezni, az fix. Fix info. Na, neki van egy fegyvere, meg itt van ugye ez a fegyver, azt mondja a felszereltnél, tehát hogy az alapértékek ugyanazok, nézzük, hogy mit csinálnak. Plusz 2 sebzés a csata végéig minden leterített ellenfél után, hát nem csinálunk. Plusz 2 sebzés területre ható támadások esetén. Jó. Jó? Tehát ennek igazából nála lenne értelme, mert ugye van neki ez a hasítás dolog, amikor több területre vág, viszont a nála lévő fegyver viszont jobb. Tehát innentől kezdve ennek semmi értelme nincs azt használni. Oké. Okay. Oké, okay. Megyünk a kereskedóhoz, és akkor veszünk innyi. 46-ba kerül. Na várjatok. 10%-kal több aranyat kapunk a kereskedőnél. Neked van már valami? Te leszel a ő a királyi védelmező néven van, na várja, és te? Ugye te vagy a varázslósos. Nem leszel a királyi védelmező tovább, te leszel a kereskedősös. Ja, mondjuk a megvétel az akkor is egyébe kerülne, mindegy. Jó, neki van HP töltő, neki van HP töltő. Egyszer. Neki van kettő is, nagyon jó vagy. Most jól elköltöm a pénzt. Jó. Igen. És akkor a kerekasztalnál akartam kifejleszteni ezt, csak nincsen 500 izém. A rohadt életben 450 darab erőforrás hiányzik. Loyalty points can be strengthened by gifting your heroes some artifacts. Aha, aha. Depending on the personality trait, some artifacts will be worn worth more loyalty points than others. Aha. Köszi szépen az infót, köszi, köszi. Marci fiatal OS. Ez konkrétan az új operációs rendszer. A fiatal OS. Pillanat, mert fázok. Jó. Oké, ezt nem tudjuk megcsinálni. 50 pont hiányzik, gyerekek. 50 pont. Mit kell csinálni 50 olyan pontért? Na, és akkor erre nem jöttünk még rá, legalábbis a múltkor ugye nem tudtam meg, hogy mit kell, tehát ugye relikvia port lehet elvileg a felesleges relikviákból szerezni. Na de. Mi számít relikviának? Mert innen semmit nem tudunk oda tenni. Tehát innentől kezdve ezeknek az értelme mint olyan megszűnik, tehát el kellene adni őket a büdös fenébe, nem? Vagy max megtartani egy-kettőt, hogyha jön új karakter, annak tudjunk adni majd valamit, de... Kerekasztal közepén volt ott egy forgó tálca, csak hogy az ennivalón se legyen vita, ne csak rangom, vagy ki hova ül. Én nem tudom, mindjárt megnézzük, hogy mi volt a kerekasztalnál. Szóval nekem ezt nem értem pontosan, hogy mi számít relikviának. Relikviának az számít, amit itt elittam például ő vele? Ugye vele ittunk egy ilyen különleges eszenciát. Mondjuk az eszencia, nem pedig relikvia. Szóval a kerekasztalnál, mi van a kerekasztalnál? Hát egy körtálca volt ott, meg ott is. Így van. Így van. Jó. Szintet lépett gyakorlatozás során. Örülünk neki. Oké. Okay. Morális mérőnél ugye elmozdultunk, mert az igazságosság útján léptünk egy újabbat. Oké. Okay. És akkor vissza... ide. Azt mondja, hogy egy újabb esemény van, azt mondja,
Bárdok és trubadúrok jönnek, mennek az udvarba, de néha találkozni lehet egy-egy valóban tehetséges és szenvedélyes művésszel. Olyan, mint ez itt. A várnagyom esküszik, azt hallotta, hogy az énektudománya még a piktek fogságából és fosztogató lovagok éjsötét útvesztőjéből is kisegítette már. Felajánlotta nekem, hogy elzengedj dalt szól Madredről, a félreértett hősről és legendes karforgatóról, egy szerény ajándékért cserébe természetesen. Minden hősöd hűsége egyenlő és 400-ba, tehát 400 pénzért vehetek egy dalt. Tehát megvehetem a copyrightot. Megkéred, hogy egy másik lovagról daloljon inkább. A kiválasztott hős hűsége 3-mal nő. Hát nem, hát rólam, hát én vagyok a király. Na de 400 pénzbe kerül, hát az nagyon sok. Mondjuk egy hűséget húzunk mindenkin. Szia Feri, hello. Na várjatok. Pedig aki mínuszban van. Na jó, de hogyha ezt megcsinálom, akkor mínusz 2-ben lesz, és az whatsoever. A többi meg konkrétan issza a szavamat. A hűség drága dolog. Így van. Így van. Benyomtad már a követést? Csak nézed a streamet? Nem nyomtad meg a szívecskét? Na, azt mondja, hogy én kérek egy dalt önmagamról. Jöhet. 400 pénz, és mindenki nagyon hűséges lett. Halleluja! Jó, van egy új mellékküldetésünk, a Vén Kolostor. Gyerekek, soha nem jutunk el konkrétan a fő küldetésre. A pilgrim has collapsed at our doorstep, barely alive. Szennyű sereket hordozott és figyelmeztető híreket hozott. A hírhet rabló báró Dumlok megtámadott és kifosztott egy kolostort pribékjeiben. Elűzve otthonokból a szerzetesek segítséget kérnek. A legbátrabb fráter hajlandó elvezetni minket a kolostorig. Oké. Mit kapunk? Nagyon sok XP-t és bónusz jutalom arany. Hoppá. Oké. Ugye 2 mellékküldetésünk van elvileg. Mert ott van a tiltott erőd, vagy mehetünk a főküldetés vonalon egyet tovább. Mit szóltok ahhoz, hogyha rámegyünk most a főküldetésre a fő karaktereinkkel, és akkor utána majd csinálunk egy ilyen mellékküldetést, még ha jut rá idő. Akadnak, akik szeretik ezt a játékot, köztük én is. Szia Duracell Newsy, hello. Mehet a sztori? Fixen. A hajó, amely haldokló Arthurt Avalonba hozta, sutogó öböl felé tartott, ám ekkor szörnyű vihar támadt, akkor látták utoljára az egykori és jövőbeli király. Fura, hogy egyszerre beszélünk, nem? Először a hajót kell megtalálnunk, aztán a királyt. Sir Balin elmondása szerint a környéken nyüzsögnek az élőholtak. Nagyon jó, az élőholtak az én kedvenceim. Minden kedd reggel azokat fogyasztom. Let's go! Nyomjuk! Úristen, izgolok egy picit, hogy ez mennyire fog menni. Elvégre a szintünk az megvan, meg minden. Na de lássuk. Egyszerre beszélni nem fura családias. Here they are, finally. Arthur's ship is not far from here. At the end of the path. Oké, a nő, aki szeret a fülünkbe suttogni, elmondta, hogy a hágó, vagy az út túloldalán ott lesz a hajó. Milyen rohadt jól néz ki amúgy a környezet is már megint. Slacs, megyünk. Lootot kérek. Meg se érkeztem, de már lootolnék, azért ez micsoda dolog, mi? De várjál, itt két irányba is lehet menni. Hopp. Garbage or real treasure this time. Az ott az micsoda? Nagyon gonosznak tűnik, hölgyeim és uraim. Én nekem szent küldetésem a gonosz leszámolása.
Tehát erre el, és úgy vissza lehet majd jönni. Jönnek. Jönnek a lemingek. This used to be the ship that carried the dying King Arthur to Avalon. Before something terrible. Az volt a hajó? Hát nem sok marad belőle. Ha engem kérdeztek, abból a hajóból nem sok maradt. Oké, én arra gondoltam, hogy ide vissza kéne valahogy jönni ott. Megvan. A demon from hell. Egy pokolból érkezett démon volt itt. A Demon Hill? Na várjál. Én láttam ám itt, hogy... Jönnek a lemingek. Nagyon jó. Háború! Rá tudok amúgy így futni? Nem tudok rá futni. A következőt csináljunk. Csaje? Ezek szeretik a tüzet, nem? Vérzés és mérgezés immunitás. Tűz. Mondjuk ilyenkor fölöslegesen tüzeszem be akkor, hogyha utána egyből megölöm, nem? Jó, minden esetre a mérgezést nem szeretik. Miért jutott eszembe a pókember? Ezt nem tudom. Jó. Ők jönnek. Jön a gonosz. Hopp, kapta. Aha, az a totem, amit láttunk, az fog teremteni ellenfelet. Valószínűleg úgy, hogy oda rá kell majd menni. Anyádat üzsne. Mármint, hogy elnézést kívánok. Eljut eszembe, nagyon jó a Last of Us második része is, így van. Csodálatos volt. Modred. Ó, és ezeket még egyszer meg kell ütni. Elnézést kívánok, meg hamburgert is. Jaj. Böh. Bocsánat. Hapcika. Ready to fight. El nem oda akartam lépni. Júj. Ebből baj lesz, more. Jó, a csajja is jönnünk kell mindenféleképpen. Viszont ezt legalább le tudom megszerni. És akkor tudunk tovább benni. Au. Köszi. Jó, ott egy kicsit vannak egy páran. Szerencsére ilyen... Haló? Hasítást. Úgy. Szóval akartam mondani, hogy szerencsére van ilyen kellemes támadásunk. I fight for honor. Fú, de rossz a terep, nem tudok rendesen lépkedni rajta. Csúszizik. Viszont ettől csinálni, hogy ide jövök. És megvédjük önön magunkat. Gonosz ellen. I can take them. Ők jönnek, tűzsemzés, oda jön, kapja. Nagyon jól bejött a taktika. Jó, most az kevésbé jött be, de egy hülyeség. I'm still standing. Yeah. Ő mondta, ő kezdte. És most akkor ez... Ott egy szentély. De azt hittem, hogy ez teremti a hullákat.
Nem elég magas a varázserőm. Jaj, akkor óvatosan, óvatosan. Közben Vörhenyes Kisgecó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt. Hello, és szép napot. Jó reggelt, jó játékot, hajrá, köszi. Na várj, ezek ott, azt kilútolom. Tizenegy arany. Nem több? Nem kevesebb? 11 arany. Viszont most tudok őt csinálni, hogy mentek egyet. Visszatérésre visszamentünk. Kipróbáljuk, hogy mit tud ez a szentélyességességesség? Valószínűleg nem túl bíztató. Amúgy mennyire rohadt jól néz ki. Mondd szépen A. Aha. Hát, teszt. Használat. Modredre mehet. Védelmet adott ne... Azt a rohadt életbe! Azt nézed már mennyi páncélja van, haló? Jó, várj, akkor ezt most újra kéne gondolni. Neki akarunk ennyi páncélt adni? Vagy mondjuk inkább neki? Nem, ez így jó. Ez így jó, mert neki van egy képesség, amivel tud páncélt rakni önmagára, mondjuk egy körig vagy kettőig, de tök mindegy. Ez így jó, tetszik. Mondjuk a csajra is adhattunk volna ennyi erővel egy raklap páncélt, de ez így... Oda néz mennyi páncél, és ez mennyi ideig lesz rajtam? Akad némi páncélunk. Jó, menőség. M betű. Mint térképészeti térképészet. És akkor feljövünk ide az elágazásoshoz. Igen, és akkor erre tovább. I must accept that my rebirth in Avalon has been slowly changing me. For better or worse, I don't know yet. Még nem tudjuk. Még nem tudjuk hát. A Szent Kelet keressük, Biza? Nem. A mocskos nagy pénzt keressük ott. This may serve a higher purpose. Én komolyan mondom, szerintem ebbe a játékba a tervezők... Tehát, hogy van a billentyűzet, és úgy van, hogy ugye 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viszont, hogyha angol billentyűzeted van, akkor ugye a 9 után van a 0, és ők szerintem reflexből a mindegyik arany lootnál ugye 190-et, meg 110, meg ilyeneket akartak írni, csak nem jó billentyűzetem voltak. És odaültettek, ahol a 0 van, de ott valójában egy ilyen kis hullámocska van, és akkor hát körülbelül 19 arany. Úgyhogy valószínűleg ez itt a gond, úgyhogy ne akkor Games, kérjük javítsen. Közben Botyi, nagyon szépen köszönöm a követést is, hello. Feldúlt part, hát az én lelkem van feldúrva, hogy ilyen kevés pénzt kapok. Look at the endless sea of the other world, where the gods and the dead sail. Magam is ezt akartam mondani. My God! Há, jó ég! 17 arany. Jó, hol vagyok a térképen? Ott van egy tűz. Tűz. De az a tábortűz hogy? Innen? Ott egy láda. What is this thing? Look what I found. Treasure lost and found. Főzet. Csak az a baj, ezeket a főzeteket, amit ilyenkor találunk, azt nem tudjuk inventoryba tenni. Ez annyira zavar. A good spot for resting. Itt lehetne tábortüzezni. Nem, nincs értelme egyelőre tábortüzezni. Egy páncélt hagytunk el. Azért nem fogjuk elhasználni a tábortüzet, viszont egy mentést, mert minden sarkon mentünk, ez azt benyomhatjuk. Bocsánat, ezt már mondtam az előbb, de akkor is ez jut eszembe. Nagyon fontos dolog jutott eszembe.
Szerintetek át fogják szinkronizálni a gyűrűk urát, hogy azt mondja Gollam, hogy Zsákos vármegye? Bocsánat, nem. Na, elnézést. Ja, na, kezdődik a buli. Mindenki nyugodjon meg. Ezt a kollégát a földre taszajtjuk. Püff. Úgy, és akkor nem rakás, hanem védelem. Meghalt a chat. Annyira szörnyű volt, amit mondtam, hogy meghalt a chat. Veldurfadott a gombából? Álljú is. Oh. Te ne akarja feltámadni. Most épp feldolgozzuk, az jó. Csak nem beteg vagy. Köszönöm szépen, köszönöm. Nem, teljesen jól vagyok. Már lehet, hogy nem úgy tűnik. Jó, és akkor van még a balán. Na várjál, az egy nyilasos. Mi van, ha megpróbálunk innen hátulról kerülni? Rájuk. 210 HP-ja van. Jó nagyot kihányok. Az mondjuk egy kicsit sok. Ow. Nem tudom mind a kettőt ütni. Viszont ezeket bántanunk kell. Hátból sonunk oda. Hoppá! Megfut. Megfut a kolléga. Jó, és akkor innen kéne előadnunk valami merényletszerűséget. Jó. Jó. Sajnos még egyet nem tudok. Ennyi volt. Meg kell keresni a szinkron színész, hogy Martin kedvéért mondja fel így. Jó, ő megégett. Ő itt most... Wow, de rohadt jól nézett ki az a varázslati varázslat. De miért kell bántani a jó népet? Au! Your Highness? Na várjál, 4 HP-t. Lelövünk vele. Egyszer. Az a baj, hogy itt ütlegelni kell az embereket. Egy hasítással ezt a két izét ezt szétkapjuk. Maradt még annyi, hogy erre ráüttek. Oké. Okay. És akkor Modreddel a Banshee-re ellenszáll. Hát persze, hogy ellenáll. Hát persze. Lehet, hogy itt be kéne védekeznünk. Ez 4-en egybe kerül. Jó, tehát hasítunk egyet rá. A Banshee-t, vagy őt támadjam, hogy a földes úr legalább meghalljon. Nem, a Banshee-t fogom támadni. Ellenállt 80! Micsoda! Az mi pár... yes! Nagyon jó. Viszont Modreddel kell mennünk oda nagyon gyorsan. Ez az. És akkor a csajéval tudom-e őt támadni? Nem. Viszont, hogyha ide jövök, egy kicsit előrébb, akkor vonalba álltam, hogy a Kay levédje a csajt. Vagy megvédje. Ne sikítsd a tajszámomat, hát normális vagy. Jó, hát eddig tartok. Áú! Áú! Tehát áú. Na és akkor most jövök én. Bántás.
Még egyszer. Vissza, hogy elfogyott. Time to feed the ravens. Anyád, elfogyott a pontom. I'm here to serve. Körönként 3 AP-t veszít. Wow, ez az, amit ránk sikított. Akkor azért nem tudtam támadni rendesen. Az mondjuk elég egy mocsok szemét izé. Húzás volt a részéről. Még. Sorry. Mi? Megfáztam szerintem a légkondi. Jó? Jó? Mi jövünk? No mercy for the wicked. Hal. Nagyon jó. Az a baj, hogy nagyon kapom ő tőle. És nincsen pontom, hogy megint rá fog lőni ilyen szomra. Igen. I fight for honor. Sinners shall bleed. Pusztulj. Another notch on my blade. Jó. Oké. Okay. Oké, okay, és oké, okay. Nincsen gond, nincsen gond. Valamelyest kaptuk, de én spóroltam egy tábortüzet. Szerintem azt most tudnánk használni életerőpont visszahúzásra. Vagy pajzsra és az életelő pontot meg visszahúzzuk a főzetből. Mert igazából el... Ott egy pajzs, ott 3 pajzs, meg ott egy pajzs. Neki meg úgyis van 2. Jó, így add meg. Az úgy jó, és akkor a pajzsot húzzuk vissza. Nice. Szia Panka, hello hello. Well rested and ready. Oké. Visszatértünk, mint valami hőslovag, és mentünk egyet. Elég válságos a helyzet, vagy nem, de megyünk tovább. Oké, elmenekült a mocskos árulós Beszari Bensi. Azért jókat sikított ránk. What is this thing? A prize for the blood and sweat. 24 arany. Hát, jó, végül is jó. Itt a hajóroncs, hölgyeim és uraim, megérkeztünk a hajóroncshoz. Ott egy tábortűz, meg ott egy tábortűz. Oké, okay, lássuk, hogy mi van itt. Van ott valaki. Zöld kardja van, tehát, hogy ilyen mágus jellegű. Az is lehet, hogy Jedi. Az is lehet, hogy jönnek a lemingek. Hogy még egyszer neked mi van ott? Mennyi HP-d meg amúgy is mi van? Tehát, hogy mi van? Pajzsrohamot nem tudom pont használni, mert egy... Egyel van kintebb. Jó, semmi gond. Rakás! És nem tudok úgy lépni, hogy még támadni is tudjak! Hát, more! Viszlát, hello Csumi. Csumi! Elveszett lovag, elveszett nyílpuskás, és egy elveszett csatahozó. Szeressük meg őt, mondjuk. Ég, ég, nem is egy ház, hanem száz is, tű. Nagyon jó. Medvedisznó ember, üdvét, hello, hello, nagyon szép napot neked is. És neked is micsoda nevek vannak itt a cseten, hölgyeim és uraim, epikus. Epikus hősök. Ez meg egy halott ellenfél. Na most elég nyíltan itt hagytam Csóri lányt. Tehát, hogy ő megint mellkassal fogja levenni az áldást.
Vagy nem. Vagy nem. Kiáltás. Jó. Jó, kiáltsál. Nekünk ezekkel le kell számolni, ezekkel a izékkel, mielőtt visszatérnek. Nem látok, hogy mi van. Gyönyörű hangeffekt. Gyönyörű hangeffekt. Jó, várjuk egy kicsit. Szörkéllyel, amúgy oda fel lehetne futni. Viszont akkor nagyon fogom kapni. Ha ide jövök, akkor is kapom. Tehát mindenféleképpen kapós. Viszont, hogyha oda megyünk, őt meg lehetne bántani egy picit. Mondjuk innen is meg tudom bántani. Nagyon jó, akkor bántsuk innen. Bántás. Bántáska. Jó. Modreddel egyet lépünk. Szörkéjel még tanácsra szorulok, hogy mi legyen. Azt mondja, hogy a mérgezésre ők immunisak. Mi? Vérzésre, mérgezésre, anyám kinyára, mindenre. Jó. Fizikailag nem szeretik a bántást. Akkor bántsuk őket úgy. Valahogy nagyon rá kéne még ütni ötöt. Csak az a baj, hogy nem tudok. Jó, minden, akkor fölfutunk oda. Ratan. Jó. Várható volt. Csaj! Jó. Eljövök. I fight for honor. Your Highness. Attack. Szia, Viszlán! Megáldottuk konkrétan. Kapta az áldást. Na most Balannal ezt meg kéne ütnem, az a baj. És négy akciópontba kerül egy izé. Viszont ha egy súlyost nyomunk. Ő az a helyzet, hogy az a kis csicska, az meg fog halni, hogyha mondjuk az íjjászal meglövöm. Tehát, hogy ő emegé hal, meghal. Az íjjászt kéne leszedni. Your command? Mivel megöltem, kaptam izét? Akciópontot? Ja nem, vele még nem léptem, hát hülye vagyok. Hát ő sima támadásba is belehal, nem kell itt használni. Jó. Jó. Ott a csávó. Itt a csávó. Két kardja van. The Knights of the Round Table still hacking away at monsters like it mattered at all. Látjátok az arcát? Szerintem valami különleges diétán lehet. Nagyon beestek a szemei. Na jó van. Hát nem csodálatos, a kerekasztal lovagjai még mindig szörnyeket tizedelve, mintha egyáltalán számítana. Egy újabb elveszett? Ismerősnek tűnik a címer. Sir Tristan. Az Izolda. Azaz. Surprised? Yes, I am dead. Just meghalt. Like you all are. Mint mindannyian. You have failed to embrace it yet. Élve vagy holtan válaszokat don't akarok. Don't we all? Azt mondja, sajnálatos téged így látni, Tristan. Felmerül a kérdés. Hol van szép Izolda? The love of my life is no more. Nincs többé. Helyezzünk el egy F betűt Izoldának. Izolda nincs többé. Tristan akkor ezért esett be ennyire. Tehát, hogy az alkohol és az önmarcangolás bugyraiba dobta önön magát. Szerelmének elvesztése véget. Helyes. Mi történt vele? A hölgy varázslónője lett belőle, és drágán megfizetett szolgálatáért. Ó, tisztán Izolda! Ez jó. Na, én is szeretném tudni, mi történt ezzel a hajóval. Kételkedő dörmögés a válaszunk. Tehát... Krétososan. It was another worldly tempest, like fate itself wanted to prevent the ship reaching Avalon.
És rajta voltál azon a hajón? Yes. Igen, idehoztam a haldokra királyt, hogy a hölgy életet... A hölgy életet lehelhessen belé. De ez hogy működik, mint amikor odament a herceg izéhez, a hófehérkéhez, azt megcsókolta, és akkor a csaj is odament a halott királyhoz, hogy... És felébredt tőle, vagy mi? Most már nem hangzik olyan remek ötlet meg, mi? There is not a moment when I will not curse fate for what transpired here. Még mindig azon töprengek, mi történt veled? I died without fulfilling my oath. The king left me here to rot. Király itt hagyta megrohadni. Micsoda csúf módja a halálnak. Here we all get what we deserve. Hol van Arthur király? Azt mondták, itt van. In his own personal hell. Fájdalomtól és őrülettől megnyomorodva saját személyes poklába van. Ennél jóval érthetőbbnek kell lenned, tetyám. A hölgy varázsdönője elvitte, valami történt vele, mert amikor legközelebb láttam, már nem volt önmaga. Nem volt önmaga? Kifordult önmagából? Vagy mi? The king has turned into darkness, incarnated. He is the knight of midnight now. Arthur király lett az éjfél lovagja. Dráma. Ettől féltem. El fog pusztulni. Vigyél hozzá. I will not. First you have to set me free from the curse that chains my talking corpse here. Rendben. Te segítesz nekem, én segítek neked. Hogyan? We must light the magical balefire on the shore that gives me back my will. Oké, meg kell gyújtanunk a parton a mágikus halotti mágiát, ami visszaadja az akaratát. Ennyi? Oké. Okay. Szemtelenszor próbálta újra és újra megöltek. Megölték, oké. Okay. Tehát Kiyoshi rátapintott a lényegre, hogy sötét lovag lett Arthurból, tehát Arthur király valójában Batman? Aja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 j
igen, igen. Gyere hát, gyere. Ó, és akkor ő most csatlakozott a seregeinkhez? Nagyon jó. Mit tudsz? Tristan, elképesztő. Csapdázás, kontroll... Ja, igen. Jó. Jó, kiváló. Gyere, és szolgálj te is engem. A csajnak nagyon nincsen amúgy HP alapvetően, ez némileg megnehezíti előrejutásunkat. Sir Tristan, even death couldn't unite you with your Isolde. Persze, mert itt ragadt szerencsétlennek a lelke. De várjatok, mert ott is lehet menni, nem? Vagy ide fel kell jönni és úgy kell arra menni? Micsoda izé lépcsőzet van itt, figyelitek? Oh, én oda akartam menni a tábortűzhöz. Várjatok, mentsünk ennyien. Igen, dráma van. Jó. Ott van valami. The balefire you must light is beyond the bridge. And not too far there is the shrine where they took the knights from the ship. Before they were taken to the lady's sacred grove. We're going to need this. Okay, értelek, és itt van a tábortűz. Jó, életerőpontot amúgy alapvetően kéne visszahoznunk, meg az ő pajzsait is kéne visszahoznunk. De ő tud magának pajzsot csinálni, úgyhogy életerőpontokra lesz szükségünk inkább. I feel refreshed. When the Knight of Midnight came here, he killed each and every enchantress of the lady. And he was enjoying himself, I could tell. Milyen érdekes, hogy a dumát, hogy mi felfrissült lettem, azt konkrétan egy élőhalott csontváz mondja. Na de. És menjünk erre. Ugye nyilván a híd, a híd felé kéne mennünk arra. Azt felhasználtam, azt a tábortüzet, yes. És erre mi van? A romoskastély.hu. Jajjaj, Bensi. Never leave this place.
Na, már megint kezdődik a izé feneb buli. Jó, ott van egy ijász, az egy rohadék. Jó, és mi van, hogyha keményen rá kéne mennünk a Banshee-re, nem? Piff, a pofon. És még úgy a földön fekvőbe bele is vágunk egyet, ez az. I am ready. Aha. Amíg a Banshee él, nagy valószínűséggel, addig... At your service, my lord. Addig működik ez a... Vagy van ez a cucc. Nagyon kéne bántanunk a Banshee-t, de nagyon sokan vannak, az a baj. Minden esetre egy kicsit aprítjuk a népet, szerintem. Klatty. Tudok vele még egyet támadni? Jó. Ezt nem is figyeltem. Jó, Sir K-jel el tudok idáig jönni. Vagy itt oldalt... oldalra jövünk és őrt állok. Nem, lehet, hogy itt facetankolni kéne a Banshee-t, mert hogyha őt legyőzöm, akkor ő eltűnik innen, és akkor meghalnak azok, akiket föltámasztott. Ez volt az előbb is, nem? Vagy legalábbis valami ilyesmi rémlik. Mindegy, jövünk előre. És ezt lesz a... Csodálatos, kellemes hangok. Vérzés, mérgés, földre lökés. Jó. Szóval akkor a csajjal pont nem tudok a Banshee-re lőni. Egy HP-d marad. És hogyha meggyújtanak, akkor több HP-d marad. És hogyha megmérgezlek, aminek semmi értelme nincs. Mert immunis vagy rá, te szemétláda. Még őtet le tudjuk ütni, jó? Ő kapja hal. Egyszer. Jó, azt az egy HP-t neki is. Hát, még egyet rálövök, vagy őt bántsam. Nem, még egyet rálövök. Oké, az halt. És akkor most jön ez a csávó. Itt a csávó. Szomszédos ellenség két alkalommal, és mérgezés okoz egy körig. Oké. És ez... célmezőre ugrik. Tehát ide tudok ugrani. Aha. És mi van akkor, hogyha arcba megyek a Banshee-nek? Jó, ez fájni fog. Na, az ott a probléma. Az ott a probléma. Ez a csávó, hogy bántani akarja a csajt. Az probléma. Meg tudjuk-e ölni? Félfedezékben van az a csávó. Itt áll előttem, ne csesszél már ki velem. És nem áll, hogy vissza kell jönnem valakivel. Márpedig nagyon úgy néz ki. Your Highness? Rohadt életbe. Time to feed the ravens. Jó. Bántás. Bántás. I am ready. Vissza kell jönnünk segíteni a csajnak. Muszáj. Egyszerűen muszáj. És akkor a csajjal meg a... hullát kilövöm. Így. Úgy. Oké. Áó. 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 Jó, eljövök. Ide-oda rohangálok szerencsétlen csávóval. Hát istenem. Ne, nem oda, azt hittem a másikkal vagyok. Mindegy. Nem haj. Nem haj.
jó, de baj. Igen. No mercy for the wicked. Jó. A Balannak egyet oda ütnie kell. És utána jöhet ő is a Banshee-t szeretni. Egy pontom van. Mozogjunk fönt ebbele. Már megint a tajszám. Már megint a tajszám sikítós atya úristen itt neki. Na de. Ja igen, kevesebb a pontom. Konkrétan most csak egyet támadni tudok, ide nem tudok. Jó, felbuffoljuk. Igen, és a csaj. Nem tudok vele úgy, de tudok egyet pont úgy mozogni, hogy akár meg tudjuk őt gyújtani, azt szereti. Ez az egy éged Banshee, azt szeretjük, amikor lángol a kis teste, amúgy meg hogy nézel ki különben is. De rohadt jól meg van csinálva, nagyon tetszik. Jó, jó, igen, vele, vele jövök. Bántás. Mocskos beszari. Ó. Oh. Drámai a helyzet cseppet. Nem sikerült az, amire gondoltam. Viszont hát ez a kör, ez ennyi. Úgyhogy most ezt le kell mennünk arccal, amit ő akar ott csinálni, és nem tudok oda felmenni. De már, hogy körbe kell mennem. Csajé! És honnan nem tudok rá lőni? De ha ide jövök, engem fog bántani. Fixen csalás. I am ready. Nem tudod a felugrani, de ide fel tud. Hoppá, hopp. Oh, nicely done, mother. Oscar. Bocsánat, elnézést. Hú, győzelem amúgy. Ezt a részt is megoldottuk, valahogy. Amúgy némi, hogy is mondjam, ellentmondást vélek fedezni. So this is how I shall see her again, my sweet Isolde. Ott van Isolde. Akkor kilútolom a testit, jó? Relikvia kiegészítő. Izoldától lenyúltuk. Amúgy de rohadt jól meg van csinálva ez a szobor itt. Baromi jól néz ki. De jó.